Nagy szükségük van az oktatási intézményeknek a modern technológiákra, vallják az illetékesek. Elmondások szerint ahhoz, hogy minőségi oktatást tudjanak nyújtani a gyerekeknek, fontos a technológiák időbeli elsajátítása, illetve azok rendszeres használata. Informatikai és technológiai felszereléssel bővült az Arany János Általános Iskola mindhárom épülete, az oromhegyesi, az oromi és a tótfalusi is. A tavaly év rádöbbentett bennünket, hogy a Covid-járvány alatt, amikor a gyerekek hirtelen otthon maradtak, ugye nem tudtuk azokat a platformokat megtalálni, hogy hol dolgozunk a gyerekekkel, idő kellett hozzá, és ma már tudjuk ezt, hogy ezt megvalósíthatjuk percek alatt, de ahhoz az kell, hogy mi szeptember 1 óta ezen dolgoztunk itt az iskolában. A beruházás értéke közel 3 millió dinár. Az összeget Magyar Kanizsa Önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács és a Nézki Olaipari Vállalat biztosította. Ezek a beruházások is mindenféleképpen öndíszt igényelnek, mely öndíszt általában az önkormányzat mindig tudja biztosítani az oktatási intézményeink számára, úgyhogy valójában a fejlesztések üteme az egyrésztről valóban a sikeres pályázatoktól és a költségvetés nagyságától függ, másrésztől viszont az intézményvezetők úgymond tetvekészségétől függ. Az iskola területén 2017-ben valósult meg egy komolyabb beruházás, amikor az intézmény területén csőtörés volt. A víz komoly károkat okozott, az illetékes felügyelőség bezáratta az iskolát. A tartományi kormány és a Magyar Kanizsa Önkormányzat közösen tudta orvosolni akkor a problémát.